Rendkívüli interjút készített a Fox news kirúgott műsorvezető Tucker Carlson Vladimir Putin orosz elnökkel Moszkvában. Ez óriási médiabotrányt robbantott ki, sokan szankciókkal sújtanák a tévést, amiért szerintük szócsöve kíván lenni az úgynevezett orosz propagandának, míg mások pedig azt mondják, hogy egy újságíró dolga az, hogy bemutassa a világot leginkább meghatározó események, így az ukrajnai háború ellentétes álláspontjait is. A lesifotók, üzengetések és fenyegetőzések gyűrűjében Moszkvából jelentkezett be, az X-en egyébként új műsort indító véleményvezér. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 55 ezeren követnek, és állítsa be az értesítéseket is a csengőgom megnyomásával. Már hosszú hónapok óta mennek a találgatások, hogy Tucker Carlson az Egyesült Államok legnézettebb ex-tévése, Vajon tényleg Oroszországba utazott-e, hogy Vladimir Putyin orosz elnökkel interjúzzon? A sajtót lázban tartó feltételezést egyre inkább erősítették meg az orosz közösségi oldalakra kikerülő lesifotók és felvételek, ahogy például az újságíró Moszkvában elment egy operába, majd a stávjával behajtott a Kreml épületébe, majd onnan ki. Később a kérdésekre maga Tucker Carlson adott választ, aki Moszkvából bejelentkezve mondta el az interjú elkészülésének hurcsa körülményeit. A műsorvezető az oldalára feltöltött 5 perces magyarázó videójában elismerte, hogy egy ilyen interjú elkészítésével kapcsolatban nyilvánvalóan felmerülnek kockázatok, éppen ezért zajlottak nagy elővigyázatossággal az előkészületek hosszú hónapokon át. Választ adott arra a kérdésre is, hogy miért is akar ő egyáltalán interjút csinálni Putyinnal, kárcsont szerint az újságíróknak az a feladatuk, és kötelességük, hogy tájékoztassák az embereket, idézet következik. Két éve tart a háború, ami az egész világot átformálta, és az amerikaiak még sincsenek tájékoztatva a valóságról. Nincs valóságos képük arról, hogy mi zajlik Oroszországban, vagy éppen több száz kilométerrel arrébb Ukrajnában, fogalmazott. Hozzátette, hogy viszont. Joguk lenne mindezt tudni, tekintve, hogy egy jelentős részét a háborúnak ők maguk finanszírozzák. A műsorvezető szerint az ukrajnai háború egy humanitárius katasztrófa, több százezer ukrán ember halálát okozta, fiatal ukránok egész generációja vezet, veszett oda, miközben szinte elnéptelenedett Európa egyik legnagyobb országa. A hosszú távú következmények azonban még jelentősebbek. A háború ugyanis teljesen átformálta a globális katonai és kereskedelmi szövetségeket, és az ezt övező szankciók is súlyos hatással vannak a világ gazdaságára. A volt tévés szerint a második világháborút követő gazdasági berendezkedés jólétet biztosított a nyugat számára az elmúlt 80 évben, ám ennek hamarosan vége lehet, ahogyan az amerikai dollár uralmának is. Annak ellenére, hogy ezek nem kis változások, lényegében a szemünk láttára formálódik a történelem, amely az unokáink életét is alapjaiban fogja meghatározni, Kárszon úgy véri, hogy az angolszáz országokban az emberek többsége egyszerűen tudatlan, és azt hiszi, hogy nem is igazán változott meg semmi. Szerinte azért van ez, mert eddig senki nem mondta el nekik az igazságot, a médiavállalatok korruptak, hazudnak az olvasóiknak és a nézőiknek. Erre példát is hozott, szerint az ukrajnai háború első napjától kezdve lényegében csak az ukrajnai álláspont jelenik meg az amerikai csatornákon. Rengeteg interjút készítettek Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, aki a beszélgetések során lényegében propaganda interjút adott, legalábbis Kárston szerint és ezeken pedig követeléseket fogalmazott meg az Egyesült Államokkal szemben, hogy vonodjanak be még jobban a háborúba, és finanszírozzák azt. A műsorvezető szerint ez olyan gusztustalan propaganda, ami emberek életébe kerül. Egyébként Tucker Carlson maga is elmondta, hogy ők is kervényeztek interjút az ukrán elnöknél, és remélik, hogy ezt el fogja fogadni. Viszont hozzátette, hogy ugyanezek az újságírók arra viszont már nem vették a fáradtságot, hogy Vladimir Putyinnal is leüljenek beszélgetni és interjúzni. Ezt az állítását egyébként később a média részéről, de még a Kremlből is megcáfolták, mondván, hogy sok interjúkeresés fut be Vladimir Putyinhoz, az már más kérdés, hogy ezeket nem igazán fogadta eddig el. Szerinte viszont nagyon is fontos lenne megérteni, hogy az orosz elnök miért indított Ukrajnával szemben inváziót, és milyen céljai vannak most a háborúval kapcsolatosan. Szerinte az amerikaiaknak joguk lenne mindezt tudni, és eleve az Egyesült Államok egyik alapvető joga, a szólás a szabadsága, hogy mindenki kimondhassa azt, amit gondol, ezt a jogot pedig nem veheti el senki, függetlenül attól, hogy éppen kiül a Fehér Házban, nyomatékosította a műsorvezető. Azt viszont állította, hogy a Biden adminisztráció viszont már többször is kísérletet tett erre, nála személyesen is. Három évvel ezelőtt például kémkedtek utána, megfigyelték az üzeneteit, majd kiszivárogtatták azokat a kormány barát újságíróknak és médiának. A műsorvezető szerint mindezt azért, hogy megakadályozzák a Putinnal tervezett interjúját, és erre az elmúlt hónapban is kísérletet tettek, de ők mégis elutaztak Moszkvába. Azt viszont leszögezte, hogy nem azért utaztak az orosz fővárosba, mert szeretik Putyint, hanem azért, mert szeretik az Egyesült Államokat. A saját pénzükből utaztak, kiállítása szerint nem támogatja őket egyetlen kormányzati szerv sem, és maga az interjú is ingyenesen lesz elérhető mindenki számára. Külön kiemelte, hogy Elon Musk is ígéretet tett neki arra, hogy az X platformon sem fogják korlátozni és törölni az interjút, arra viszont számít, hogy a nyugati kormányok megpróbálják majd minden létező eszközzel cenzúrázni a tartalmat, mert állítása szerint félnek azoktól az információktól, amelyeket nem tudnak kontrollálni. Erre viszont nincs okuk, Carson szerint, mert egyáltalán nem az a céljuk, hogy valakit meggyőzzenek arról, hogy értsen egyet azzal, amit Putyin mond, viszont arra mindenkit bátorítanak, hogy nézzék meg a beszélgetést, és aztán mint felelős állampolgárok, és nem mint rabszolgák, ezen ismeret tudatában döntsék el, hogy mit gondolnak a szóba kerülő eseményekről, véleményekről, gondolatokról. A Fehérház úgy reagált a műsorvezető vágyjaira, hogy azok teljesen alaptalanok, legalábbis, ami a kémkedést és a bevatkozást illeti, a Biden kormány sem ilyet nem tett és nem is tervez, Há, legalábbis a fehérház szóvívője szerint. A Newsweek exkluzív információi szerint viszont nem maradt következmények nélkül az újságíró akciója. Törvényhozók például azon dolgoznak, hogy az Európai Unió vezessen be beutazási tilalmat Kárstonnal szemben, amiért Putyin szócsöveként tevékenykedik, mert mint háborús bűnös amint Putin ezt a lépést megtehetnék. Európai tisztviselők is úgy vélik, hogy Carson Pop propagandája veszélyezteti Európa békéjét és biztonságát. Egyébként, mint ismeretes, az Európai Unió több orosz sajtóorgánumot is elérhetetlenné tett a régióban. Például nem lehet olvasni egy sor orosz nyelvű csatornát Magyarországon sem. A Kreml úgy reagált az újságírók kérdésére, hogy sok interjú megkeresést kapnak, viszont a média elfogultsága miatt azokat rendre elutasították, viszont Tucker Carlsonnak más a megközelítése szerintük, se nem ukrán barát, se nem orosz barát, hanem sokkal inkább amerika barát, ami éles ellentétben van a hagyományos angol száz megközelítéssel fogalmazott a szóvivő. Ajánlom a figyelmükbe a hetek friss lapszámát is, amelyben utána jártunk annak a nemzetközi botránynak, hogy az ENSZ alkalmazottai hogyan vehettek részt a Hamasz brutális terrortámadásában, hogyan működhetett éveken át egy dzsihádot éltető és erősítő szervezet Gázában nemzetközi segélyekből. De olvashatnak egy rendkívül izgalmas és szemnyitogató interjút az AFD német párt egyik vezetőjével is, a legfontosabb elemzésünk viszont talán arról a drámai statisztikáról szól, hogy az elmúlt évben született a legkevesebb gyermek Magyarországon, amióta ezt mérik. Ezúttal sem maradt exkluzív anyag nélkül sem a hetek kollégánk több hetet töltött Szaudarábiában. Helyszíni riporttal mutatja be a közel-kelet egyik legfontosabb térségét, helyzetét, helyi viszonyokat. A lapot kérje az újságárusító helyeken, hogy rendelje meg hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha ez a podcast tetszett, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 55 ezeren követnek, és állítsa be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt is megteheti a videó alatt található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!